Épp egy személyi riasztót mutat a polgárőrség és a rendőrség egy-egy munkatársa az egyik érdeklődőnek a Házhoz megyünk című rendőrségi kampányban felállított információs pontnál, a Savoya Parkban. A tavaly indított megelőző vagyonvédelmi program idén újra elindul, és az év végéig fog tartani. Tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is második ütemével folytatódik a Házhoz megyünk program. A program lényege gyakorlatilag, hogy vagyonvédelmi bűnmegelőzési tanácsokkal látjuk el a kerület lakosságát. Ebben az évben, illetőleg ebben az idényben, ami december 31-éig tart, 4 bevásárlóközpontban jelenünk meg hétfőtől csütörtökig 14-től 17 óráig, illetőleg a szombati napokon pedig a Móricz Zsigmond körtéren. Itt szeretettel várjuk a kerület lakosságát, gyakorlatilag különböző szervezetek együtt működéséből áll ez a program. A megyénként 3 településen és a főváros 3 helyszínén felállított információs pontokon minden hónapban egy héten keresztül szakemberek látják el tanácsokkal a vagyonvédelemről és biztonságról érdeklődő állampolgárokat. Igény esetén az ingatlanok egyedi biztonsági vizsgálatát is elvégezik. Ez a főváros vonatkozásában azt jelenti, hogy a budapesti rendőrkapitányság munkatársai 3 kerületben, egyebek között nálunk, Újbudán lesznek jelen, közterületen, rendezvénysátorral vagy az időjárás függvényében, a lakosság által gyakran látogatott helyeken, zárt térben, hogy a kérdésekre válaszoljanak. A kerékpárlopások ellen indult regisztrációs rendszerbe, a Bike Safe-be minden 3. hét szombatján lehet jelentkezni Újbudán a Móricz körtére. Örömmel fogadtuk, hogy nálunk is működhet ez a megoldás, vagy ez a program. Gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a kerékpárosok nagyobb biztonságot tudhatják a kerékpárjukat, vagyontárgyukat. Nálunk egyelőre a szombati napokon a Móricz Zsigmond körtéren lesz lehetőség arra, hogy matricával, illetve gravírozással megjelöljék a kerékpárukat, ez bekerül egy rendszerbe fényképpel együtt, és hogyha esetleg lopás áldozataivá válnak, akkor könnyebb lesz a kerékpárok azonosítása és a sértettek részére való visszaszolgáltatás, illetve nyilván ez a fajta rendszer visszatarthatja a tolvajokat attól, hogy kerékpárokat lopjanak. Az őszi vagyonvédelmi kvízre novemberig várják a nevezéseket. A rendezvénysorozatot záró 2016. decemberi kvízen a csapatok kerületenként vehetnek részt egy nagyszülő, egy szülő és egy általános iskola felső tagozatába járó gyerek.